Egy titokzatos, elveszett kontinens, egy ősi, fejlett civilizáció otthona, amely állítólag megelőzte az egyiptomi civilizációt. Ez csupán néhány ember élénk képzelete, vagy talán Mu valóban az emberiség bölcsője. Mu egy hatalmas szárazföld volt a csendes óceánban, közvetlenül Amerika és Ázsia között helyezkedett el, az egyenlítőtől kissé délre. A feltételezések szerint a csendes óceán sziklás szigetei, legyenek azok egyedülállóak vagy csoportosak, valaha a Mu kontinens részei voltak. Kb. 12 ezer évvel ezelőtt Mu-t katasztrofális földrengések törték darabokra. Helyét a csendes óceán vize foglalta el, elnyelve ezzel azt a hatalmas civilizációt, amely 60 millió embernek volt az otthona. A néma sír felett, mintha őrséget állnának a csendes óceán szigetei. A húsvét szigetek. Tahiti. Samoa. Cook szigetek. Marshall szigetek. Gilbert szigetek. És Hawaii. A Mu kontinens egykori létezését bizonyító tényezők a következőek. A Nikol táblák, az ókori maja könyvek, valamint a Yucatán félszigeten és Közép-Amerikában felelhető legendák. A csendes óceán szigetvilágában található maradványok, Észak-Amerika nyugati részén található sziklarajzok és feliratok, valamint a világ minden táján megtalálható legendák. Sokan úgy gondolják, hogy egykor a csendes óceánban egy hatalmas szárazföld létezett, amit Mu földjének neveztek. Ezen az óriási kontinensen mintegy 200 ezer évvel ezelőtt jelent meg az ember. Mu földjét sokan a bibliai Édenkerttel azonosították. A nékoli és a mexikói kőtáblák egyértelműen azt mutatják, hogy az ember egy különleges teremtmény. Különbözik minden más élőlénytől. Mindkét kőtáblán az ember teremtése nagyon hasonlít a bibliai történethez. Mu lakói rendkívül fejlett civilizációval rendelkeztek, hiszen akkor már 200 ezer év tapasztalat állt a fejlődésük mögött. Augustus Le Plongeon, 19. századi író és felfedező szerint Mu egy ősi elveszett kontinens volt. Le Plongeon mutatta be először Mu gondolatát műveiben, miután feltárták a Yucatán régió maja romjait. Az ott talált ősi maja írásokat lefordították, és egy kódexben találtak egy Mu-nak fordított szót, ami egy természeti katasztrófa által víz alá került földre utal. Az elsüllyedt kontinens túlélője, Mu királynő, megalapította az egyiptomi civilizációt, míg mások Közép-Amerikába menekültek, és belőlük lettek a maják. Egyes források a szigetet Lemúriaként is emlegetik, de más források két különálló elveszett világként említik. Lemúriáról már készítettem egy videót, a jobb felső sarokban a linken meg tudjátok tekinteni. Mu mítikus koncepciója az 1930-as években James Churchward írása révén ismét feltámadt. Churchward 1926-ban írt könyvében a Nikol szót a csendes óceánba süllyedt kontinensre, Mu népére és nyelvére egyaránt használta. Fiatal évei alatt Indiában teljesített katonai szolgálatot. Churchward azt állította, hogy Indiában attól az utolsó pár embertől tanulta meg a Nikol nyelvet, más néven a Naga Maja nyelvet, akik még ismerték azt. Így el tudta olvasni a Mu elveszett történetét tartalmazó Nikol táblákat. Megalkotta a Nikol ABC-t, összehasonlítva a maja és az egyiptomi ABC-vel. Nézzétek meg a hasonlóságot! A feljegyzések szerint egy hindu főpap bevezette a régi templomi faragások szimbólumrendszerének dekódolásába, majd titkos táblákat is mutatott neki, amelyek egy legendás kontinensről, Mu-ról szóltak. A katonatiszt már ezzel a misztikus tudással érkezett Amerikába, ahol megismerkedett a nemrég már említett Augustus Le Plongeonnal. A közös téma adott volt, a Mu kontinens.
Churchward a tökéletességre fejlesztette a kontinens méretű elsüllyedt szigetről szóló tanításait. Azt állította, hogy Mu népe szórodott el a világ minden részén, benépesítve a többi kontinenst, illetve tudományos magyarázatokat is írt könyveiben, bizonyítva Mu egykori létezését. A kutatók többsége azonban cáfolja annak a lehetőségét, hogy valaha egy Mu méretű kontinens létezett volna a Csendes-óceán területén. Azonban található racionális magyarázat, ami mégis gondolkodásra ad okot, Mu egykori létezése kapcsán. A legutóbbi jégkorszak vége, amelyet ma is ismerünk, nagyon gyors esemény volt, és 12 ezer évvel ezelőtt a világ óceánjai alacsonyabbak voltak, mint ma, így az akkori mélyen fekvő szárazföldek mostanra biztos a víz alá kerültek. Azt tudjuk, hogy szigetek és kis kontinens darabok kerültek az óceán alá. Ez a folyamat időt vesz igénybe, és modern eszközökkel megfigyelhető. A kontinensek széteshetnek és elmozdulhatnak, de ezek akár több millió évig is tarthatnak. Az olyan katasztrófák, mint a vulkánkitörések, árapályhullámok és hurrikánok minden évben lecsapnak a Föld kontinenseire, de mégsem tűnnek el csak úgy. Nem csak az lehetetlen, hogy egy ekkora kontinens csak úgy elsüllyedt, hanem az is, hogy nem tudna az óceán mélyén csak úgy elbújni. A lemeztektonika és a kontinensek egymáshoz viszonyított helyzetének megértése kizárta, hogy közöttük valaha egy hatalmas kontinens volt. Azonban lehet érvényesülése annak, hogy a távoli múltban egy nagy szárazföld volt jelen, amely a Csendes-óceánon volt. A potenciális Mu jelölt valójában Hawaii, amit az alábbiakban röviden elmagyarázok. 12 ezer évvel ezelőtt Hawaii szigetei egy nagy szárazföldi tömeget alkottak. Ezt akkoriban mini kontinensnek tekinthették. Ezen kívül a Hawaii száj hagyományban megtalálható egy népcsoport, akik ezeken a szigeteken éltek jóval a tahitiak előtt. Ezeket az első embereket Mu-nak hívták, csak úgy, mint azt a földet, amelyen éltek. Most hagyjuk magunk mögött a tudományt, és evezzünk a metafizika szintjére. Az elveszett kontinens titkait Helena Blavatsky, orosz szellemmédium, okkultista és teozófus is összekapcsolta a metafizikával. Bevezette az emberek esetében a gyökérfajok fogalmát. Az első gyökérfajt egy éteri faj. A második gyökérfaj Hiperboreában élt, és aranysárga színűek voltak. Ez bemutatja a kapcsolatot Le Plongeon elveszett kontinensével, mivel a harmadik gyökérfaj Lumerien élt, és fekete volt. A teozófusok úgy vélték, hogy a lumerek együtt éltek a dinoszauruszokkal. Sokkal magasabbak voltak, mint a jelenlegi Homo sapiens, és Blavatsky állítása szerint volt egy harmadik szemük, amelyet telepatikus kommunikációhoz használtak. A negyedik faj pedig Atlantis lakói voltak. A következő részben Mu spirituális oldalát közelítem meg, valamint szó lesz Lemuria és Telosz történetéről, illetve a kontinens és Atlantis háborújáról. Addig is köszönöm a figyelmet, és ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!